Átlagosan 15-20%-os árnövekedés tapasztalható a szobafoglalások terén, amelyeket az egyes kedvezmények időnként mérsékelnek, és országos viszonylatban is többnyire ugyanekkora növekedés jellemző. Ezt mondta Cséplő Zoltán turisztikai szakember, aki szerint Nyíregyháza egyik legnagyobb szállodájában a pihenni vágyó kisgyermekes családok mellett a konferencia turizmus is jelentős. A szakember azt mondta, a hazai nagy szállodák a húsvéti szezonra már az év elején igyekeztek a szobák nagy részét kiadni. Hál' Istennek a húsvéti előfoglalások már lezajlottak, januárban sikerült értékesítenünk a házat. Nyilván a kihívások ugye a munkaerő megtartása, valamint az infláció követése. Krivács András szállodatulajdonos úgy látja, a 2023-as év kihívásai között nem csak az infláció okoz problémát az ágazatnak, de az orosz-ukrán háború földrajzi közelsége is, mivel az gyakran elrettenti azokat a nyugat-európaiakat, akik korábban szívesen választották ezt a régiót turisztikai célpontként. Amelyet lehet érezni Dunán innen, hogy a nyugat-európai vendégek kérdőjeleket tesznek fel a háború miatt, hogy mennyire veszélyes akár ez a zóna. Kelet-Magyarország, még ezen határa Szabadszatmár-Bereg megye pedig sokkal jobban érzi azt, hogy kevésbé megbízhatónak tartják a nyugat-európából jövő turisták. Egészen addig, ameddig meg nem tapasztalják, hogy itt azért akkora baj nincs, mert hogy a híradások náluk teljesen másról szólnak, hogy közel a háború, közel a határ, és nem biztos, hogy minden esetben az első számú célpontok között vagy desztinációként fogalmaznak, vagy gondolnak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Neki picike kis hátrányát érezzük, ez körülbelül egy 3-4-5% visszaesés. Miközben a külföldi turizmus a koronavírus óta nem éri el az azt megelőző kedvező adatokat, addig a belföldi turizmus megélénkülni látszik, fogalmazott Krivács András. Divat lett Magyarországon nyaralni, divat lett Magyarországon élményt szerezni, és divat lett följárni, akár kerékpárosan, akár gyalogosan, akár autóval, akár tömegközlekedéssel Magyarország szép tájait. Rengeteg olyan kultúra, el is értékünk van, épített örökségünk, megörökölt örökségünk, folyóink, tavaink, amely messze menőkig kielégítenek minden igényt. Egyébként is a Kárpát-medence egy akkora gyűjtő mozaik, amely kulturálisan, gasztrokulturálisan, gazdaságilag egy olyan mozaikot képez, amely mindentől megkülönbözteti a Magyarországot, illetve a magyart. A szakember hozzátette, a szállodaipar jelenlegi telítettsége a becslések szerint 40-50% között mozog Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amely a nyári szezonban elérheti akár a 65%-os telítettséget.